Első változatában egyhangú döntéssel fogadta el Bátaszék 2019 évi költségvetésének tervezetét a képviselőtestület. Mozsolik Robert polgármester úgy fogalmazott, egy békés, nyugodt évet kivihet végig a testület, melynek végén egy működőképes várost adhat tovább a választások után a következőknek. Az önkormányzat markáns bérfejlesztéseket kíván végrehajtani a garantált bérminimumból adódó növekedésen felül, hiszen látjuk, hogy adott esetben a köztisztviselők esetén, gondozási központi dolgozók esetén, vagy a konyhai dolgozók esetében jelentős lemaradásunk van. Szeretnénk a dolgozóinkat megbecsülni, maradásra bírni, és ehhez mindenképpen áldozatot kell hozzunk pénzügyi szempontból, hogy olyan béreket tudjunk biztosítani, mert versenyképesebbé válunk, hogy itt tudjuk őket tartani. Ez fontos alapelve volt a költségvetés összeállításánál. Igyekeztünk minden területre odafigyelni ebben az esztendőben is, komoly forrásokat biztosítunk a szociális ellátására, a szociális feladataink ellátására, mint egy 31 millió forint fog meghatározásra kerülni, és ebből fogjuk az ellátottak pénzügyi ellátásait biztosítani. Igyekeztünk arra, hogy a városüzemeltetés terén a szükséges források rendelkezésre álljanak a Bátkom Kft-nél. Közművelődésben igyekszünk mindazokat a vívmányokat megtartva olyan költségvetési forrásokat biztosítani, hogy elegendő legyen a rendezvényeinkhez, programjainkhoz. Ez nagyon fontos. Igyekeztünk a társadalmi szervezeteink számára is legalább 2018 évi támogatást biztosítani. Talán a tűzoltóság lóg egy kicsit ki ebből a sorból, ők valamivel többet kapnak nagy valószínűséggel, mivel ott is komoly bérfeszültségek alakultak, és a támogatás nem nő. A többiek számára legalább a tavalyi évi támogatást biztosítjuk. Civil szervezetek számára ugyanazok a keretek rendelkezésre állnak, mint 2018-ban, hogy pályázati források segítségével a működésüket tudjuk támogatni. Stabil, működés biztosító tartalékokkal rendelkezünk, akár céltartalékokkal, akár általános tartalékkal, és hát fejlesztünk, felújítunk 2019-ben is. Egyrészt igyekszünk befejezni azokat a pályázatainkat, amelyek áthúzódóan 2019-ben nagy valószínűsége befejeződhetnek, vagy befejezéshez közeli állapotba kerülhetnek. Gondolok én az agrárlogisztikai központra, vagy az ipari alapinfrastruktúra kiépítésére. De saját forrásból is tervezünk feladat megvalósítást. Befejeződik a Garai utcának a felújítása 2019-ben, intézményi épületeket újítunk föl, nagy valószínűséggel fűtéskorszerűsítünk, tehát igyekszünk folyamatában biztosítani a város működését 2019-ben is. A Kövesd városrészben lakók a következő napokban nehezebb életkörülményeket élnek majd meg. Az áldozatnak azonban meg lesz az eredménye, hiszen rekonstrukció veszi kezdetét a szennyvízhálózatban. Kövesden a szennyvízberuházás folyamatban van már, igaz az elején tartunk a kivitelezésnek, de hát most is már találkoztunk olyan problémával, ami sajnos, ha átmenetileg is, de nehezíti a lakosságnak az élhető körülményeit. Ehhez kapcsolódóan március végéig nem tud bemenni a helyi járatos autóbusz, mivel olyan szűk az útburkolat, hogy nem fér el biztonsággal az autóbusz, így hát muszáj egy külső megállót létesíteni a település elején. A már említett költségvetésben források is megjelennek a fejlesztések finanszírozására. Új beruházásra számítunk a művelődési ház vonatkozásában. Itt a tervezési munkát el is kívánjuk indítani, a fűtésrendszernek az átalakítása, mivel meglehetősen régi már, és ezzel együtt egy korszerű technológiát kívánunk építeni. És hát valószínű, hogy ezzel megszűnne az épületnek a károsodása is, mert rengeteg víz folyik el jelenleg a fűtési rendszerből. Aztán a nemrég megvásárolt volt számvevőségi épületnek a felújítását is tervezzük. Ennek alapja viszont egy állapotdokumentációnak az elkészítése, ami szintén a mai napon jóváhagyotta a képviselőtestület. Március 1-től indul az új közfoglalkoztatási program, mely egy éven át 19 főnek ad majd munkalehetőséget Bátaszéken. 11 fő segédmunkás, 1 fő közfoglalkoztatás szervező, 2 karbantartó, 2 főt a Bátaszékért Marketing Kft. Munkájába vonnánk be, 2 fő a hivatalban segédkezne portásként, illetve irodai munkán,
Ezen kívül egy főt alkalmaznánk még az óvodai konyhán. Tehát így áll össze ez a 19 fő. A tavalyi évi arányokkal számoltunk, ugyanis pontosan még a támogatás intenzitásáról nincsen információnk. A tavalyi évben 70% volt a támogatás, és ehhez 30%-os önerőt kellett biztosítani az önkormányzatnak, ami 6,5 milliót jelentett a tavalyi évben is. Ezt terveztük be az idei évre is, és ez számszerűen azt jelenti, hogy 2019-ben 4 millió 900 ezer forintot biztosítunk, és az áthúzódó két hónapra pedig 1 millió 600 ezer forintot. A testület még ebben a hónapban újra összeül, hogy véglegesítse a 19 évi költségvetést. Ez meg is látszik.